Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Tudom, tudom, igen. Call of Duty, ó, oh, mi az Isten, ez a gyerek még játszik Call of Duty-val. Rég, rég nem jelentkeztem, tény és való. Főleg nem koddal, de most jött el az az idő, amikor úgy érezte, hogy kicsit ideje beszélgetnünk a BO3-ról. Egyrészt azért, hogy talán én legyek az egyik ellenvélemény. Nem ellenvélemény úgy, hogy most ne vegyétek meg a kodot, mert hogy ez szar lesz, hanem úgy ellenvélemény, hogy tudom, hogy a legnagyobb videósok, akik koddal foglalkoznak külföldön természetesen, ők azért fizetve vannak azért, hogy a kodról valami jót mondjanak, és érthető, jobban is teszik, hogyha valami jót mondanak a kodról, főleg, hogyha ott akarnak lenni a következő Activision eseményen, és megkapni a fizetést, vagy kipróbálni az új kodot, vagy egyáltalán ugye nekik ez egy munka gyakorlatilag. Én viszont szaradtok bele az egészbe, és beszélhetek gyakorlatilag őszintén arról, hogy mit gondolok a kodról. És az újonnan kijövő kodra. Szóval itt lesz nekünk ez a BO3, és azt kell, hogy mondjam, hogy van egy olyan érzésem, hogy sikeres lesz ez a Black Ops 3 megint csak, és elég sikeres lesz, talán sikeresebb, mint az Advanced Warfare, és hát a Cold Ghost-nál minden sikeresebb lesz valószínűleg, tehát sikeresebb lesz, mint az elmúlt két kód. Egyrészt azért, mert elég sok minden újat fognak bevezetni, és megint csak ugye csináltak egy olyan, hogy mondják, kockázatos lépést, hogy sok minden újat rakjanak a játékba. Utoljára ugye, amikor egy ilyen hatalmas lépést tettek, az a Code 4 és MV2 közötti váltás volt, rengeteg új dolgot tettek bele az MV2-be, de ugyanakkor megvoltak az MV2-nek a maga buktatói is, mint például ugye a Danger Close perk, vagy akár a One Man Army perk. A One Man Army perkkel semmi baj nem lett volna, mert papíron kurva jó volt például. Csak ugye amikor újra töltötte a NoobTube-ot is, és a játék átalakult csak ilyen NoobTube-olásra, akkor az már nem volt éppenséggel fun. Viszont ugye az Alter Event például ezt könnyen megoldotta, a One Man Army csak a lőszer töltötte vissza, a robbanó lőszereket nem. Tehát csak egy ilyen apró lépés kellett volna tegyen a Infinity Ward akkoriban, és már is sokkal jobbá tették volna a játékot. Nos, és most itt van nekünk ez a Black Ops 3, és akkor behoznak ilyen kaszt rendszert, hogy mindegyik kasznak lesz egy ilyen szuper képessége, ugye idővisszafordítás, egylövéses fegyverek, és ez kb. Olyan egy kicsit, mint a Destiny-ben, ami hát nem egy ilyen kopinak számít, ugye, de hát ez normális, hogy manapság a játékkészítők ezt csinálják, tehát nem ellopnak ötletet, csak hát úgy kölcsönzik gyakorlatilag azt a bizonyos ötletet, és most átrakják ezt Call of Duty-ba, akkor most átraktak ugye Valesz falonfutás, dupla ugrás, és minden más, amit a Call of Duty gyakorlatilag most ugye átkoppint más játékoktól, és ez nagyban megváltoztatta a Call of Duty-nak a lényegét is, és most ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez egy rossz dolog, mert igazából valószínűleg egy jó dolog, csak sokan ugye mondjuk, hogy megváltozott a kod, már nem olyan jó a kod. Egyrészt azért, mert sokszor mondtam, hogy a kod most már egy kodon generáció növekedett föl, és azt hiszem, hogy az új kodokkal a kod elvesztette azt, ami a saját stílusa egy ilyen hagyományos shooternek lenni, és behozta ezeket az új dolgokat, és eltolta ugye a science fiction irányába, és elvesztette ezzel a lényegét a kod számomra, azt a bizonyos hagyományos shooter lényegét, ahol azért kellett aggódni gyakorlatilag, hogy egy ember kijön a sarok mögül, nem pedig kidesel a sarok mögül, vagy kijön az ajtón, nem pedig a tetőről érkezik egy ember, és valahol elvesztette a kod számomra ezt a lényegét. Hogy ez most probléma-e, hogy a kod az ilyen? Erről ti, ennek a bírái ti lesztek, én egy régi generációs kodos vagyok, jobban szeretem egy kicsit a hagyományos shootereket, de az, hogy ez most egy jó-e vagy rossz dolog, arról ti fogtok dönteni, csak amikor vásároltok, akkor ezen gondolkodjatok, hogy a kod nem ugyanaz a kod, mint volt, a régi struktúráját elveszítette. Nem feltétlenül baj az, de kicsit rákényszerít arra, hogy kívül gondolkodjál azon a bizonyos dobozon.
Szóval játék közben természetesen megváltoztatta a kód ezzel a játék struktúráját. Hogy mégis miért más, mint a Titanfall? Ugye, amikor a Titanfall megjelent, akkor már úgy készültünk, hogy ez valami más lesz. Ez nem csak egy sima shooter lesz, mert eleve titánok lesznek benne. És onnantól a ponttól, amikor azt mondták, hogy ebben titánok lesznek, akkor megváltozott az egész játék képünk. Viszont ugye azoknak, akik régebb óta kodoznak és látják ezt a fejlődést a kodban, azoknak a játékképet, nekünk, mint öreg kodosoknak, a játékképünk egy kicsit nehezebben változik, mert várjuk a kódtól azt a bizonyos kompetitív, félkompetitív, hagyományos jellegű shootert, és ez, a kód már nem az a játék legalábbis. Tehát ez nem egy saját vélem, hanem tisztán nem az a játék már a kód. És természetesen nem feltétlenül rossz dolog, megint csak mondom, csak bele kell gondolni, hogy amikor megveszitek most ezt a játékot, mire kell számítani. Számítanatok kell például rengeteg rage-re és frusztrációra, tehát ugye eleve egy shooter játék rengeteg feszültséggel, frusztrációval, adrenalinnal és idegességgel jár, miközben játszol. Nem veszed észre őket, mert már hozzászokott a szervezeted, de ilyenkor mindenféle anyag keletkezik a szervezetedbe, és nem veszed észre. Azt észreveszed, amikor rage-elsz, már egy adott ponton van, de amikor már a rage szintre jutsz, akkor már így a féle pohár betelt, és gondoljátok végig, micsoda rage szint lesz itt, és feszültség, frusztráció, amikor bizonyosan ezek a képességek, ugye ezek az egy shotgunok, meg idő visszafordítás, meg ilyen apró képességek fogják megakadályozni azt, hogy te például felépítsd a kisztrikedet, mert hogy jön egy csávó, és ő supercharged, ja bocsánat, lehet, hogy most Destiny-ről beszélek, szóval ő most ilyen supercharge-olva van, és akkor egylövéses fegyverével leszed pont akkor, amikor neked összejött volna a legmagasabb kisztrik, szóval egyrészt jó is van benne, ugye a játék egy új, egy futurisztikus, aki erre vágyik természetesen, de nem fogja mellőzni azt, hogy rengeteg frusztráció lesz benne, idegesség. Szóval megint csak jön egy következő dolog, hogy ez jó dolog-e vagy rossz, hogy ilyenek lesznek a játékban, nem tudom. Ezt ti fogjátok eldönteni. Azt tudom, hogy eddig is egy viszonylagos nehézsége volt annak, hogy például a kisztrikeket építsél föl a Call of Duty Advanced Warfare-ben, mert gyakorlatilag úgy van megcsinálva a játék, és olyan képességeid vannak, és olyan szinten kívül kell gondolkozz a dobozon, hogy sok minden megváltozott a játékban, ugye. És akkor még rájön a Black Ops 3-nak ez a stílus, ahol igazából még nehezebb lesz elérned a célodat, pontosan azért, mert olyan képességei lesznek az egyes karaktereknek, amivel könnyedén killeket lehet szerezni. Ugye Destiny-ben mi ez a supercharge? Gyakorlatilag van egy bizonyos killek után feltöltődik egy speckó képességed, és akkor egy lövéssel fogsz csinálni mindent, egy lövés. És ugyanígy lesz kódban, és akkor képzeld el magadat, rohangálsz, és hozod a killstreakeket, minden tök ügyesed, és egyszer csak bang a semmiből, és akkor ja, bocs, és az energia, ami akkor felszabadul, nem biztos, hogy örülni fogsz neki. Szóval erre lehet számítani. Ne feledjetek azért a COD, egy single player téren, fantasztikus játék, zombik, fantasztikus rész, már ha szerintem könnyen meg lehet unni, de amúgy egy nagyon jó szórakozás, és a multiplayer maga is mindig is szórakozás volt a COD, de csak addig maradt szórakozás, amíg annak is fogod fel, hogyha a modern kodokat úgy akarod csinálni, hogy ez kompetitívan, és én leszek a legpróbb játékos, rengeteg feszültséggel, frusztrációval fog ez járni neked, főleg azért, mert mint mondtam, meg van nehezítve a játék ebből a szempontból, és könnyítve van az a játék, hogy ugye az újakat bevonják. Könnyítve van az ilyen képességekkel, nyugtúbban, anyám kínjával, és nehezítve van neked, mint projátékosnak, hogy az etikus, normális úton szerezd meg magadnak azt a kihívást. Már nem arról szól a kód, hogy kihívás, most már arról szól, hogy szórakozás, ebbe gondolj bele nagyon, amikor játszol a Call of Duty-ról, mert
már nem tudsz azon a bizonyos etikus úton végigjárni, mint annól akkor MV2-ben, COD 2-ben. MV2-ben megengedheted magadnak, hogy ne noob tube-oz, megengedheted magadnak, hogy ne one man armies, vagy ne, hogy hívták azt a pro perket, amivel kilométerről le tudtál szúrni egy embert, már nem is emlékszem, tehát már steady, nem, fast hands, talán, nem, franc se tudja. Na, az a lényeg, kill pro, nevezzük így, csak építünk. Vagy nem olyan volt, mint a Codename, mondjuk, hogy bár ott a P9-en volt a legnagyobb gond, szóval most már benne vannak a játékban, és kénytelen leszel alkalmazni, és mások is fogják ezeket a dolgokat alkalmazni, és alkalmazkodni kell a CODnál ezekhez a dolgokhoz, de számomra a COD most már pusztán szórakozás, és ezért is nem csinálok már ilyen protippeket CODról vagy valamiről, mert már nincs értelme. Alapvetően ugye a gamer pszichológia videókat megalkottam, és van az a csatornában egy ilyen lista, hogy kezdető pro-é Call of Duty-ban, de ezek a videók mind a core, a magját tartalmazzák az FPS shootereknek, magját tartalmazzák a CODnak, hogy hogyan legyünk jobb játékosok, nem arról szól, hogy specifikusan melyik CODban hogyan és mit csináljunk jól, és úgy gondolom, hogy ez jobb is, mert maga a veleje a játéknak, a kitartás, a fókusz, a szánjál rá idő, tehát ezek a részei, ez a processzor a játéknak, ez nem fog változni soha. Maga a játék struktúrája változik, és ehhez kell alkalmazkodni, és gyakorlatilag ez az, amivel bele kell gondolni, amikor megveszed a BO3-at. Abba kell ugye belegondol, hogy nem fogsz rossz játékot kapni a pénzedért, egy szórakoztató játékot fogsz kapni a pénzedért. Aki próságról álmodozik BO3-ban, az nem fogja megkapni a próságát. Lehet, hogy jó játékos leszel, de nem biztos, hogy azon az úton, ahol kívánod magad, hogy legyél egy jó játékos. A fiatal gamereknek, akik mostanában kóstolgatják a Call of Duty-t, vagy netán Advanced Warfare-rel kóstoltak bele a Call of Duty-ba, akkor azt hiszem a Black Ops 3 az ő játékuk lesz, ez lesz az a játék, ahol igazán ki fognak tudni teljesedni. Az öreg gamerek pedig, ha bár vágynak a Call of Duty-ra, vigyázat, mert már nem ugyanaz a stílus, mint amit anno mi megismertünk. Írjátok le kérlek a véleményeteket, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok, mondjátok el, ti hogy látjátok ezt a kodot, minek látjátok ezt a kodot, és a véleményetek mellé, ha már leírtátok, akkor toljátok oda, hogy ősi gamer vagy új gamer, csak úgy, mert kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan keverednek a vélemények, úgyhogy kommentekre felsrácok, köszi a figyelmet, sziasztok!